Sziasztok! A mai videó főszereplője, mint látjátok, a telefonom lesz, ugyanis volt már korábban ilyen fun, vicces, munkás videónk Lináékkal, meg Somával, ahol az úgynevezett telefonok harca játékot játszottuk, amit igazából átvettünk brit youtuberektől, azt hiszem, hogy Thatcher Joe-nál láttuk ezt az ötletet. Viszont ezúttal arra gondoltam, hogy egyedül veszek részt úgymond a játékban, illetve ti vagytok még a résztvevők benne, ugyanis titeket kértelek meg Instagramon, hogy írjatok nekem ilyen vicces kérdéseket vagy feladatokat, amik beleillenének egy ilyen videóba. Hogyha nem tudjátok, hogy miről van szó, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg az előző videót, de úgyis hamarosan kiderül számotokra is, hogy mi ez az egész, mert nem egy bonyolult dolog. Úgyhogy meg is kerestem már azt a sztorit, ahol feltettem nektek ezt a kérdést, vagy kérést, vagy kis fület, vagy hogy mondjam, és írtatok nagyon-nagyon jó dolgokat, amire mi egyáltalán nem gondoltunk múltkor, és én sem gondoltam volna így magamtól. Úgyhogy igazából ez csak egy ilyen kis vicces, gondolom nosztalgiázós, beszélgetős videó lesz. Nem tudom még pontosan, hogy milyen feladatok lesznek, mert nem néztem meg az összeset. Egyébként nagyon sok jött, meglepően sok. Úgyhogy szerintem csak így belegörgetek a lehetőségekbe, és kiválasztom a legmunkásabbakat. Szóval az első tehát legyen mondjuk legkreatívabb trash kép. Ez volt az egyik utolsó, ami megérkezett, tehát most így a tetején van a listának. Hát, legutóbbi trash kép szerintem, ami vicces volt, és igazából ezeket a dolgokat, amikor ilyen trash hétköznapi dolgokat mutogatunk nektek, ez igazából mindig így nagyon ad hoc jön, tehát a helyzet hozza őket. A legviccesebb és legkreatívabb szerintem, ami utoljára készült, az sztoriba került ki Pannihoz, és utána én is továbbosztottam, amikor egy más márkás táska felett meleg szendvicset zabáltunk éppen. Ez egy ilyen kis rendezvény után készült, ami után beültünk még közösen iszogatni, meg eszegetni, és akkor csináltuk. Van külön egy ilyen oldal Instagramon, ezt én nagyon ritkán szoktam nektek említeni, de szerintem iszonyat vicces, a Hedinke Behind the Scenes, amit még évekkel ezelőtt hozott létre egy titkos személy, és oda kerülnek fel rólam ilyen vicces képek amúgy, amikor... Hát amúgy sztoriba is fel szoktam rakni ilyen képeket, ahol nem vagyok éppen a toppon, vagy épp valami vicces dolog történik velem, de hogyha esetleg érdekel benneteket, akkor nézzétek meg azt az oldalt, és ott elég kreatív trash képeket lehet találni. Szóval, ha valaki szeretne ilyen munkás képeket nézni rólam, akkor azt ajánlom, de mondom, a legutolsó az ez a meleg szendvicses volt. Milyen képet küldtél legutoljára? Épp most beszéltem kb. 5 perccel ezelőtt Annával, és épp arról beszélgettünk, hogy melyikünk milyen tetoválást fog készítetni, és kivel a következő pár hónapban, vagy még ebben az évben, és azt küldtem el legutoljára, viszont ezt most azért nem mutatom meg nektek, mert még semmi sem biztos, szeretnék új tetoválókhoz is menni, meg fogok a sajátomhoz is, úgymond piához is visszamenni, szóval ezt küldtem el legutoljára, de még nem mutatom meg, hogy kiket és milyen mintákat néztem ki magamnak. Mutasd meg az utolsó törölt képet, ha van ilyen lomtármappa a telefonodon. Van ilyen, és ez volt a legutóbbi... Kicsit harébb ülök. Ez volt a legutóbbi, amit töröltem. Ezt igazából csak azért töröltem, mert szoktam ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen szelektálást tartani a telefonomon, hogy ne őrizgessek feleslegesen 50 ugyanolyan képet. Ennek ellenére még mindig vannak ilyen periódusok, amikor 50 ugyanolyan kép követi egymást. Itt szimplán készült rólam egy jobb kép, úgy gondolom, de ez volt az a rendezvény, ami után meleg szendvicsezni mentünk, és itt felpróbáltam egy kalapot, egy vecsei kalapot, ami nagyon-nagyon tetszett, és pont passzolt a ruhámhoz. Ja igen, sokan gondoltátok azt, ami egyébként tök jogos, hogy ezt a videót többekkel együtt fogom felvenni, hiszen alapvetően úgy van, viszont én most ehhez nem kerestem magamnak társat, mert Soma telefonja elég unalmas szerintem, ő nagyon ritkán fotóz, meg szerintem nem tudom, az úgy nem lett volna izgi. Barátokkal meg most nem jutott eszembe videót csinálni, de hogyha esetleg szeretnétek még hasonlót, akkor csinálhatunk olyat, ahol több részvevő is van. Mutasd meg a leggázabb selfit a telefonodon. Hát, a telefonomon nem őrizgetek selfiket, nagyon ritkán szoktam selfizni egyébként, mármint, hogy nincsen semmi bajom vele, de szerintem ezt már mondtam nektek, hogy valahogy sose jut eszembe selfizni, csak hogyha többen vagyunk valahol. Viszont egymásnak Annával szerintem a legtressebb, leggázabb képeket szoktuk magunkról küldeni, ilyen kvázi reakcióként egy-egy dologra, úgyhogy keresek egyet a beszélgetésünkből. Ó,
Igen, itt van például ez a csoda. A legfurább üzenet, amit a közelmúltban kaptál valakitől. Itt Instagramon kaptam vicces üzenetet, illetve hébe-hóba előfordul velem, hogy kapok ugyanilyet vagy ehhez hasonlót, amikor random férfiak rám írnak, hogy szeretnének ismerkedni, amit semmilyen szempontból nem értek, szóval számomra az Instagram egyáltalán nem ez a hely, ahol amit kifejezetten ismerkedésre használnék, vagy biztosan nem úgy, hogy így ráírok valakire, de lehet, hogy én vagyok maradi ebből a szempontból. Viszont ami nekem még furább, hogy azért Somával szerintem nem rejtegetjük a kapcsolatunkat, tehát hogy csak az utolsó 10-20 képet megnézi valaki, akkor nyilvánvalóan látja, hogy kapcsolatban vagyunk. Szóval nekem ez elég fura. Mit írtál utoljára a párodnak? Azt, hogy mindegy. Igazából ennek annyi a kontextusa, hogy megkérdeztem, hogy tudunk-e most telefonálni, ő pedig most továbbképzésem van, úgyhogy írtam neki, hogy mindegy, mármint így nem volt olyan fontos, amit mondani akartam neki, és annyit írt rá, hogy oké, és majd délután akkor. Snapchatet valamiért nem használok. Egy időben szerintem még akkor, amikor Instán nem volt olyan lehetőség, hogy sztori, akkor használtam a Snapchatet, és azóta valahogy így teljesen megszűnt számomra létezni ez a platform. Nem tudom, ti használjátok egyébként, mármint hogy tudom, hogy a fiatalok használják, mert hogy munkás, meg jó funkciói vannak, de számomra egy-ez egyben kiváltotta az Insta Story, amivel gondolom ez is volt a célja a platformnak. Egyszerűen nincs türelmem fenntartani azt is, úgyhogy ezt nem szoktam használni. Egyébként pedig minden képet, amit ugye Snapchaten belül lementettem, azt lementettem a telefonomba is, és minden képet, hát mindjárt megmondom mikorra visszamenőleg, szerintem 2012-re visszamenőleg, talán akkor volt az első okostelefonom, nem tudom, áttelepítettem erre a telefonra, mert ugye most egész évben a Honorral dolgozunk együtt, és ez most a legújabb telefonjuk, a 20 Pro, és amikor megkaptam az új telefonokat, akkor a Phone Clone nevű applikációval mindent, amit csak tudtam, átpakoltam ezekre, úgyhogy innentől kezdve minden képen megvan ezen is. Legutolsó YouTube videó, amit láttál? Hát fogalmam sincs, hogy melyik lehet az. Sokat nézek YouTube-ot, viszont most újra elkezdtem az AHS-nek a régi évadjait nézni, konkrétan a negyediket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik az utolsó YouTube videó, amit megnéztem, de mindjárt megkeresem. Konkrétan az American Horror Stories Muppetit nevű szereplőjéről néztem meg egy rövid kis videót, ugyanis tök érdekes ez a színésznő, mert ő azt hiszem a legalacsonyabb nő a világon, és emlékeztem, hogy volt valami olyasmi történet vele kapcsolatban, hogy amikor a negyedik évadot forgatták, amiben ugye benne volt, akkor megjelent egy cikk, hogy ő nem is beszél angolul, és hogy csak megtanulta azokat a rövid szövegrészleteket, amiket kapott a sorozatban, és akkor valamiért ezzel kapcsolatban rákerestem újra, és megnéztem róla ezt a videót. Mutasd meg, mit beszéltél utoljára az exeddel. Hát exem legutoljára 10 évvel ezelőtt volt, úgyhogy az biztos nincsen a telefonomon szerintem, vagy legalábbis nem hittem, de az biztos, hogy nem izgalmas. Szerintem ilyen szülinapi köszöntés, vagy valami hasonló lehet. A legelső zenéd, amit letöltöttél, hát ugye a Spotify is olyan, hogy mindenhova átraktam magamnak, úgyhogy mindjárt megnézem, hogy mi a legelső zene, amit kedveltem Spotify-on. Van erre egyszerű megoldás, mint letekerni a pár száz számom legaljára? Nem tudom. Yonderboy-tól az Une Chanteuse című szám. Amit amúgy tökre szeretek még mindig, és mostanában nagyon keveset hallgatom, úgyhogy jó, hogy emlékeztettetek rá. A legutolsó pedig, amit lementettem, az egy iszonyat jó szám. Ja, de nem is azt mentettem le utoljára. Mindegy, egyébként Spotify-on is megtaláltok, hogyha szeretnétek belelátni az idei ízlésembe, ami eléggé eklektikus, csak úgy, mint minden másban az ízlésem szerintem. De majd hozzá fogom adni a bulis listámhoz, mert elképesztően jó szám. Innának az Iguana című száma, ami lehet, hogy sokaknak nem nyújt újdonságot, de annyira rákattantam, hogy folyamatosan az megy a fülemben, és nagyon-nagyon tetszik az egész szám. Pont olyan, amit szeretek. Válaszolj a legutóbbi Instagram bejegyzésed alatti egyik kommentre esperente nyelven. Oké. A legutolsó bejegyzésem, amikor ezt a videót felveszem, az a Springfield-el közös együttműködésem része, és egy szoknya és egy nadrágos kombó van rajtam, egy szoknyás kosztüm és egy nadrágos kosztüm,
ugyanazzal a mintával, csak ugye különböző alsókkal, és a legutolsó komment az az, hogy nadrág. Engem, nekem szerelem lett mindkettő. Azt hogyan lehet ezt felent a nyelven mondani, hogy mindkettő? Hát akkor csak annyit írok, hogy szerelem, és egy ilyen szívecskés fejet. Esperente, nem? Kicsit megúszós esperente. Na jó, szerintem még egy ilyen 3-4-5 az belefér, nem? Vagy nem tudom, milyen hosszan szeretnétek nézni egy ilyen videót. Egy random hangfelvétel. Hát ugye a telefonnal szoktam felvenni a videók alá a hangot, szóval a hangfelvételek azok nálam mind videóhangok, amiket már láthattok a csatornán. Úgyhogy hát sajnos ezek nem túl izgalmasak nálam. Hangfelvételt még hát sulis projektekhez szoktam készíteni, ahol mondjuk interjúztatni kell, vagy ilyesmi, és akkor azt teljes egészében felveszem, hogy meglegyen. De a hangfelvételek nálam nem olyan izgalmasak. Vagy nem tudom, ti szoktátok bármire használni a hangfelvételt? Mert nekem nem jut eszembe, hogy régen mit, talán ilyen macska dorombolás, meg ilyeneket vettem fel magamnak. Mármint a saját macskáim dorombolását. Az első publikált képet Facebookra. Wow! Szerintem Facebookon minden el van rejtve mindenki elől, ismerősök sem látnak rólam túl sok információt. Igen, azért viszonylag sok képet töltöttem fel Facebookra, úgyhogy nem tudom, mennyire hamar jutok a végére. Úgyis az elejére. Azt hiszem, hogy 2009-ben regisztráltam a Facebookra, de nem vagyok benne biztos. Viszont nem kezdtem el rögtön ilyen nagyon aktívan használni. A legelső kép, amit kiad a telefonom, az ez a kép. És ez 2009. október 17-i kép, és három barátommal vagyok a képen, ketten osztálytársaim voltak, egy pedig ugyanabban a városban lakott, mint mi, és ez egy ilyen baráti társaságszerűség volt, úgyhogy ez az első kép. Amúgy nem gondoltam volna, hogy ez az első kép Facebookon, ez tök fura. Ja, mert korábban szerintem töltött fel rólam egy barátnőm, viszont az ugye nem a saját feltöltött fotóm, úgyhogy ez az. Mutasd meg a legelső privát TikTok videót. Be vagyok regisztrálva a TikTokra, de hébe-hóba szoktam használni, soha nem töltöttem fel még semmit, csak Attilával csináltunk egy ilyen közös videót, ahol kb. Ő mutatta meg nekem, hogy hogyan kell TikTokokat készíteni. Viszont csak így görgetni szoktam rajta, amikor megnyitom, úgyhogy sajnos nem tudok semmilyen szaftos TikTokot mutatni nektek, ami privát maradt. Az utolsó keresett személy vagy hashtag Instagramon. Kérlek szépen, ugye Annával tetoválásokról beszélgettünk, Annának kerestem valamit az Instagramján, és akkor ő beszélt nekem erről a tetoválóról, akihez majd fog menni, remélem, hogy ez nem szuper titkos, és Heidi Klum, ez az utolsó három. Az utána lévő pedig, vagy az előtte lévő pedig nyereményjátékok nyerteseire kerestem ugye rá, akiket kisorsoltam, úgyhogy azt nem mutatom meg, mármint hogy meg tudjátok nézni, hogyha akarjátok, de nem biztos, hogy benne akar lenni ebben a videóban, szóval az, ja, ennyi. Heidi Klumra pedig azért kerestem rá, mert tök durva, hogy a Tomka Ulicsal jött össze, aki a Tokyo Hotelnek a tagja, és tinédzser koromban nagy rajongója voltam, és van köztük, vagy 20 év, és tök durva. Úgyhogy ezért kerestem rá Heidi Klumra. Mutassátok meg a legutolsó selfie Zirgával. Hát ez nem kifejezett selfie, bár én vagyok rajta és Zirga, de ez tegnap készült és a baráti csoportba küldtem be, ugyanis Zirga úgy helyezkedett el a nappaliban, tévézés közben mellettünk, hogy a karomon feküdt, a bal karomon, és azt hittem, hogy le fog zsibbadni, de az Istennek nem mozdítottam volna meg a kezemet, úgyhogy ez a legutolsó selfie Zirgával. És akkor még jöjjön egy utolsó, keresek valami jót, valami szaftosat. Autokorrekt, írj egy szót és folytasd a telefonod által feldobott szavakkal, amíg mondat nem lesz belőle, vagy valami nem látom a folytatás. Pontosan ezt csináltam az egyik képem alatt címként, mert nem volt semmi ötletem, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni itt, hogy milyen vicces dolgokat adott ki, és utána ti is rohadt vicceseket írtatok alá. Mi a legutolsó jegyzeted a telefonodban? Kérlek szépen, ezt pontosan ma módosítottam, ugyanis ma meg kell csinálnom, mert holnapra házi.
Múlt hét pénteken írtam egyébként ezt a jegyzetet, szóval a mai módosítás miatt ugrott ez a tetejére. Péntek, HBO Go Temple Grandin retro Facebook csoport. Ismerkedés, anyaggyűjtés november közepéig. Ez az egyik órámra a házi feladat, illetve egy ilyen gyors jegyzet szösszenet, amit leírtam. Csomó mindent a telefonomban szoktam felírni, ami fontos. Szóval az HBO Go-n kell megnéznem a Temple Grandin nevű filmet, illetve retro dolgokkal foglalkozó Facebook csoportokba kell belépnem, ugyanis ez egy ilyen projektóra, és ehhez az órához van szükségem ilyenekre. Úgyhogy ez a legutolsó jegyzetem. Hát ennyi volt, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Én úgy szeretek ilyeneket csinálni, mert néha olyan dolgokat hoznak fel belőlem az ilyen kényszerített keresések, meg visszagondolások, meg ilyesmi, amiket már el is felejtettem szinte. Úgyhogy, hogyha szeretnétek még ilyet, vagy hasonlót, akkor jelezzétek felém valahogyan, és igyekszem teljesíteni a kérést. Amúgy pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!